a Budapesten, kik vannak. Ez a 8. kerület, tudod? Ez meg a 10. nem budapesti vagy? Ez nem, de én a királyi utcát keresem. Mutatom, hogy a 8. akkor erre eljössz, ez a 20. látod? Ez egy egész Budapest. Budapest, látod? Tehát ez egy Buda, ez pedig Pest. Tehát ez most nem kezdve bele, hogy ez mikor a nap volt, és látod, hogy elfolyik a Duna, látod, itt van Ófalu. 21. kerület, nagyon szép. 21 is van, és van 20 is. Van 9. És több Király utca is van. Nekem meg kell keresem a... Magyarország főváros. Igen, köszönöm, azt tudom. Messziről? Zala. Nagyon szép. Söjtör. Na, gyönyörű. Az a baj. Még nem volt. Ne haragudj, nem akarok dolgozni, de nekem meg kell találnom a Király utca 11-ben. Igen. Ott van a... 11 mesterszám. 11 mesterszám. 11. Az én, ez egy, a másik, és egy. Egy, kettő, ezt kell támasztani. Pár nap és a hold. Együtt vannak. Én egy buszt várok. Hetes, Szaturnusz, én nagyon szóval. Buda őrs is van. Igen. De az más, mint az őrs vezér. Ott sok vezér. Az egyik őrs vezér. Vagy Buda is, de mégis a Buda és az őrs mégis más. Egyrészt más kettő Buda őrs, az meg egy harmadik dolog, az egy hely. Hú, maga nagyon okos, de én is már nem tudom, hogy én hol fogok akkor most lakni. Hova? Tegezhet? Igen. Nem vagy így hozzád, érve? Nem tudom, ez így kérdezés. Jó. Jó, csikis. Nem, kellemes. Meleg, melegség, érzel inkább, vagy hűvösen? Így hozzám ér. Igen, egy férfi, ugye? Hát egy hosszú vagyok. Elég fura. Művész vagy. Ja. Tényleg művész. Jaj, és az olyat hosszú a vég? Árt, de nem úgy, mint valami neked árt, hanem árt iszt. Nem az, hogy árt is, tehát hogy nem az, hogy több minden volt, hanem árt iszt, művész. Értem. Hova? A 11-ben. A 11-ben. A Király utca 11-ben kell mennem, mert ott van egy motel. Hát oda kell költözni most. Illetve hát oda költözni. Összegyűjtöttem. De én összegyűjtöttem, mert dolgoztam a sarki kisboltban nagyon sokat. Figyelj, van egy ötletem. Úgy látom, hogy úgy vagy itt Pesten. Nekem a keresztanyám még pont most adnak el majd egy házat. Egy szép kertes ház. Kispest mellett. Kispest? Ott, Kispest. Az Őrs vezértér mellett? Úgy. Ott mellett. Úgy nagyon mellette. És ott el tudnál lakni. Nem kell velem, tehát nem, oda megyünk, megnézzük milyen. Ha neked tetszik, ingyen ott tudsz lakni. Mit szólsz hozzá? Segíteni szeretnék. Hogy lásd, Budapesten is vannak kedves emberek, rendes emberek, művészek, akik segítenek neked. Van kedved hozzá? Hát? Nézzük meg, mit szólsz, és hogyha nem tetszik, akkor majd eljössz. Még mindig bások, már mikor mehetsz ide. Jó? Hozhatom? Segíthetek? Köszönöm. Nagyka Júli hangulat és kapcsolatjavító Vándorszínháza nevében. Ebből én vagyok a Bácskai Júli, aki ezt a műfajt kitalálta. Gyakorló pszichológus voltam már akkor, amikor arra gondoltam, hogy mindazt, amit én pszichológiai
tanulmányaimból és tapasztalataimból leszoktam írni könyvekbe, vagy előadásokban elmondom, azt meg lehetne mutatni húsvér színészekkel, három dimenzióban. Na, ez most már 22. évadunk. Meg is kérdezem, hogy ki az, aki volt már pszichoszínázban. Igen. Jó. Azt is megkérdezem, hogy ki az, aki itt volt április 10-én is. Mert akkor gyanús lehet nekik. Ugyanígy kezdődött. A semmi, de így is fog folytatódni. Ugyanis, akkor ti most különösen, hogy mondjam, ilyen specifikált élményt fogtok kapni, mert megláthatjátok azt, hogy ugyanabból a forgatókönyvből, amit én minden alkalommal írok, hogyan lehet tök más előadást létrehozni. Jó. Tehát minden előadásunk premier, ezt szoktam is mondani, ami azért is van, mert hogy itt improvizálnak a színészek. Tehát megbeszéljük előtte egy órával azt, hogy ki kicsoda, honnan jöttél, hová mész, mi a konfliktus köztetek, de itt születik az előadás. Aztán még az is fontos információ, hogy időnként jövök ide és beszélgetek, hogyha van kedvetek. Én mindenkit tegezni fogok, mert hiányoztam a magázódás órán, másrészt én így szoktam, akinek van kedve, az szintén tegeződik velem, akinek nincs, hát az meg nem tudom, csak ne nénizzem. Tehát, hogy így szoktuk meg. De nem is állna jól nekem, vagy nem lennék hiteles benne. Na, mindig örülök az új nézőknek. Ami még fontos információ, hogy bemutassam nektek a színészeket, és elmondjam azt, hogy a mai előadásnak azt a címet adtam, hogy Mivér tettél engem. Arról fogunk beszélni, hogy ahány kapcsolat, annyiféle ember leszel. Ha csak nincs valami nagyon határozott karaktere valakinek, és akkor tulajdonképpen az összes életben találkozó párja, az ő hozzá kell, hogy igazodjon. Ugye? Úgy, mint egy színész mondjuk. Egy Latinovics az Latinovics, bármit játszott. Kész. De vannak olyan színészek, akik meg belebújnak a szerepbe, és mindig az szerint alakulnak, és a párkapcsolatban is ezt figyelem meg. De hát majd meglátjuk, hogy mi minden történik. Majd összön játszik velünk Bánfalvi Eszter. Megnéztem az eddigi előadás listában, 24-szer játszik velünk Fenyőiben. Megedülni Bóna János. Éppen az egyetlen minden kedden jön hozzám egy Eszter nevű nő, aki hát ott tartunk most, hogy elmeséli az életét igazából. Ahogy általában a terápián szokott lenni. Tényleg ez a támogató család, az anyám azt mondja, hogy egyszerűen nincsen jellem. Nincs jellemem, a tesóm szerint meg skizofrén vagyok. Mert ugye anyám szerint mindig olyan leszek, mint a pasik. Akikkel vagy? Akikkel éppen vagyok, vagy évekig vagyok, vagy főleg évekig. És te mit gondolsz, hogy hol vagy te ebben az egészben? Hát fogalmam sincs. Én mindig azt hiszem, hogy rendben van. Ha? De hát aztán nem tudom, lehet, hogy teljesen alkalmatlan. A mire? Hát mindenre, az életre. De közben meg nem, mert ők a hülyék. Vagy nem? Hát nem tudom, próbálom elképzelni ezeket, akiket majd elmesélsz. Tehát úgy kezdődött ezzel, hogy te följöttél, ugye? Följöttem Pest. Ezt most már, bocs, de mindig is így fogjuk mondani, hogy feljöttünk vidékről Pestre. Igen. És feljöttem Pestre, jó, otthon volt egy szerelmem, de az ilyen, nem tudom, szóval együtt jártunk általánosba, és igazából mellettünk lakott, szóval nem ilyen szerelem, tehát úgy igazi pasival, sőtörön nem. Szóval én találkoztam, és akkor találkoztam vele, de tök véletlenül, tehát nem az volt, hogy elmentem így pasizni, vagy bulizni, vagy bármi, azt sem tudtam, hogy mi merre van.
hanem az utcán. Tehát amikor közben kerestem a szállásomat, ahol költözni akartam. Na de mégsem csak annyi lett köztetek, mintha egy közlekedési rendőr megmutatott. Nem, mert elhívott, de amúgy egy kicsit féltem, hogy most így elmegyek egy lakásba, de hogy igazából tök jó fej volt, mert nem, egy ideig nem lakott ott, csak aztán szokott, tehát ugye találkozgattunk, és akkor egyszer csak már így együtt laktunk. Aha, na nézzük ezt meg. Krumpli, ezt meg lehet főzni. Tudsz, hogy kell krumplit főzni? Mennyi ideig? Ez az élet maga, nézd, csigázik. Itt az élet. Igen. Ahogy te nőttél, megnőttél, csirázta, úgy csirázik ez is. Igen. Jó érzés, hogy te légy fog. Jó érzés, biztos. Igen. Jó, így, hogy kivagatlak. Finom. Nem erős? Nem. És csak itt bedomom a vízbe, és kösz. Igen, mindjárt, gyere meg. Nem bonyolult, de anyukám például különlegesen csinálta, megmutatom. Gyere! Hogy tetszik ez, amit a keresztanyám még ide hozattak? Ezt ők hozattak? Persze, de ők hozattak. De lehet? Család, persze, hát a családi ünökség. Jó. Családi ünökség. Hát akkor óvatosan. Van egy, te hogy vágnád a krumplit? Te hogy pucolnád? Nem. Mutasd meg, hogy pucolnád. Nem, hogy pucolnád. Mutasd meg, hogy pucolnád. Nem. Mutasd meg, mi? Aha, így csak hogy kezdenéd el. Nézd meg, ez nagyon, anyukám mutatta. Egészen különlegesen. És amikor van egy ilyen csíra, azt levágod, és jó felajánlani az Isteneknek, csírát. Értem, csak nem, az a baj, hogy nem értek valamit. Az, hogy is akkor ezt megfőzöd, és akkor azt megeszed. Ezt nem főzöd meg, ezt odaadjuk a tyúkoknak. Most itt nincs olyan tyúkok. Itt most még nincs. Veszünk tyúkot? Most még nem. Itt a városban? Most még nem. De majd odaadjuk a tyúkok. Ne, azt ne, hát lenyaltak is, de ezt egy gusztustalan. Mást nyaj, elnézést, akkor az poén, jaj, nem lesz ez a poén? Nem értem. Ez szexuális jellegű poén. Ja, hogy azt gondoltál, hogy nem rossz, nem rossz, hogy megpuszilom itt a nyakad? Nem. Kicsit ilyen krumpli szagod. Nagyon sok krumplit eszem, tudod, amikor kicsi voltam, még annyi idős, mint te, akkor nem volt semmi más, csak krumplit ettünk. Csak krumplit. És azóta is csak krumplit eszem? Azóta is csak krumplit eszem, csak most kiegészült még rizssel, hússal, tojással, zöldségekkel, gyümölcsel. A rizst azt nagyon vékonyan hámozom. Nézd meg! Mutasd meg, hogy csinálod? Nagyon. Keresel, még van egy nagyon érdekes dolog, amit benne hagytam neked a hűtőben. Jó. Keresd meg. Megy. Megnézted azt az Adi verset, amit ajánlottam neked? Nagyon szép. Szobám a harmadik emelet. Melyik? Az a cím. De ez micsoda ez a zöldség? Az te, mi? Várjál te. Tudom. Na. Tudom, ez muskátlipalánta. Az muskátlipalánta. Azt anyámnak tettem fél, és nem azt akartam, azt majd el kell innen vigyem. A másikra gondoltam, hogy a másikra hozzam. Megnézted azt a József Attila verset, amit küldtem neked? Nagyon szép. József Attila egészen mély volt, egészen lírai. Egy igazi életművész. Ez? Nem az. Az mi? Keksz. Van egy olyan barátom, hogy Keksz Ricsi. De ez mégsem ad, de ez is lenne az, hogy hát ez az játékosság az életben. Keksz Ricsi, Keksz Peti, Keksz Vilma, Keksz Kinga. Na jó, de akkor most nem mondtál nekem igazat. Mikor? Mert akkor eszel kekszet is, nem csak
Komplet? Nem fejeztem be, mert azt kérdezted, hogy a rist is megpucolom-e. Uh-huh. És akkor arra válaszoltam. Illedelem. Én azt figyelem. Figyelj ide! Álljál egy picit ide velem szemben. Most a felvételére... Igen. Megtanultam. Megtanultad. A hajadat így fogod hordani? Én 4 éve növeztem a hajam, és egyszer sem mostam meg. Az, abban van egy különleges. Én gondolkoztam, hogy ez zselé, vagy... Nem. Ez olaj és zsír. Ennek van egy különlegessége. A természetes. Disznózsír, és valamikor még ezzel is. Kicsit meg... Jót tesz? Nagyon jót tesz. Majd kérdezzük meg a hajtól, de elvileg nagyon jót tesz. Tehát, hogy lesz a hajad? Megmutatod szívem? Így lesz a hajad. Nézd meg. Így. Milyen gyönyörű vagy. Így. De szép. De gyönyörű. Így mindenkinek tetszeni fogsz. Gyönyörű. Jó, de nem az a lényeg, hogy mit mondom? Az is lényeg. Megtanultam az összes tételt. Ebbe fogsz menni? Ez jó, ez ilyen hippis, ez vagány. Ez vagány. Nagyon tetszik. Ez van. Az élet, hogy valamikor fekete, valamikor fehér. Érted ezt? De azért mégiscsak...